vagyunk az IBŐ szakmai napján, Peti megnyitja a rendezvényt, mi addig nézzük meg, hogy mivel készültek idén a kiállítók. Mielőtt kipróbálnám a VR szemüveget, nagyjából el tudod mondani, hogy mire számíthatok, illetve hogy mire fejlesztették ki ezt a programot? Természetesen. Itt egy építkezésen fogsz részt venni a virtuális valóságban. A program specifikusan arra íródott, hogy az építkezésen felmerülő balesetveszélyes helyzeteket át tud élni a virtuális valóságban. Első körben egy kontroller, ezzel fogsz csak tudni mozogni a térben, tehát ne sétálj majd. Wow. Másik irányba nézel, ott az ablakon ki is látsz már az építkezésre. Így van, tökéletes. Sárga karikával, hogyha beleállsz megint, akkor a markoló fog eldőlni, ugyanis ez nem egy megfelelő lavírsík, amin a markoló áll. De egyébként, hogyha ott körbenézel, akkor látod, hogy pont jó helyen álltál, tehát még nem lapított szét téged a markoló. Nagyon durva. Lépj bele a sárga karikába, és készülj életed utolsó 10 másodpercére. Oké. Na milyen élmény volt? Ez nagyon durva. Durva, ugye? Igen, igen. A leesésnél láttam, hogy eléggé megrázkodtál. Igen, meg a markolónál is odébb ugrottam, és még soha nem próbáltam ki ilyen virtuális szemüveget, és wow. Meg most nagyon furcsa ebben a térben lenni megint. Elhiszem. Kérdeztél az elején, hogy miért van ez a program. Itt a válasz rá, most megtapasztaltad. Elsősorban ezért, hogy ezeket az élményeket átéljék a dolgozók, mielőtt megtörténik velük. Szembesülnek a valós veszélyekkel. Igen. Most voltam a HBM standjánál, és kipróbáltam a VR virtuális szemüveget. És ez mire jó? Képzeld el, ez egy virtuális valóságot szimulál, amin keresztül egy munkaterületre kerülünk, és ott szembesülhetsz azzal, hogy milyen kockázatokkal jár mondjuk egy építkezésen dolgozni. Tehát mondjuk arra gondolsz, hogy leesik valami fentről egy eszköz, vagy egy munkagép, vagy gödörbe? Ha, igen, képzeld el, hogy beleestem egy gödörbe, meg rám dölt egy markoló, meg fentről lezuhantak rudak, és itt teljesen olyan volt, mintha elém esett volna, vagy rám esett volna a zuhanás. Nagyon-nagyon durva volt átélni, utána még egy percekig a hatása alatt voltam, mert ebben amúgy belehaltam. Haltam volna, hogyha tényleg átélem. Úgy kerültünk bele a történetbe, hogy én voltam a Kari Hallgatói Önkormányzatnak az elnöke, Lajos pedig az elnöki megbízott volt, és korábban volt már ilyen rendezvény, viszont mi ezt szerettük volna újra álmodni. Láttam azt, hogy van az építőiparnak egy iszonyatosan nagy igénye az új munkaerőre, a hallgatók pedig nem találják meg a helyüket az építőiparban, és nem volt nehéz kitalálni, hogy egy rendezvény keretében le kell őket ültetni. Mi azt kértük, hogy mindenképp kell nekünk gyakornoki állás, mivel hogy nekünk muszáj az, hogy a hallgatóként gyakornoki pozíciót betöltsünk egy-két hónap. Utána az volt a fontos része, hogy a végzősöknek legyen munka. És mindenképp a középiskolásokkal nyitottabbak voltunk, mint a többi egyetem, ezért az is fontos volt, hogy a középiskolások lássák, hogy milyen úton tudnak menetelni előre. Hát egy életpályát vagy. Igen. Rajtunk. És végülis három generációt vettünk át, és ez volt a sikeressége, hogy mindenkit érdekelt az egész. Az a hallgatói szellemiség tulajdonképpen a cégek felé, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk. Mert abból indultunk ki, hogy nekem mire lenne szükségem. Tehát nem egy kar rendezte meg, nem egy cég rendezte meg, hanem azok rendezték, akiknek tényleg az igényük felmerül. Szerintem ma kimondható az, hogy az IBŐ szakmai nap az egyik legnagyobb építőipari szakmai rendezvény. Jövőre még több céggel tudunk számolni, arra kell figyelni, hogy mi fel tudjunk fejben készülni arra, hogy az új kihívások már egészen mások lesznek. Nagyon sok cég jött most úgy vissza, hogy IBŐ-s kollégák képviselték őket. Igen, és egyébként egy nagyon jó példa, ezután fogunk majd menni forgatni, hogy az egyik kiállító még múltkor főszervező volt a rendezvény, és egyébként ő volt a harmadik tagunk, Erdő Adria, aki kitalálta ezt a rendezvényt, kitalálta hozzá való színes programokat. Nagyon pozitív volt, hogy rengeteg hallgató odajött és kérdezett, nagyon változatos kérdéseket tettek fel. Egy-kettőnél így meg is lepődtem, hogy foglalkoztathat egy harmadéves egyetemistát egy olyan kérdés, hogy
majd esetleg 10 év múlva építést vezetni szeretne, és hogy jut el idáig. Nagyon örültem, hogy az a rendezvény, amit annó még én is szerveztem, és én is benne voltam a kezdet-kezdetén, az idáig fajulhat, ideig nőtte ki magát.